Jelenleg és az ezt követő videóim során az Afrika országai című videósorozatom következő epizódjaiként Líbia földrajzát fogjuk górcső alá venni. Mivel azonban, ahogyan ez az intro elején kiderülhetett számotokra, egy elég hosszadalmas témakör elé tekintünk, így úgy döntöttem, kettő részre vágom a videót, melynek keretein belül az első felvonásban az ország általános földrajzi adatait, természetföldrajzi összefoglalóját, illetve nagy tájegységeinek első részét, a másodikban folytatva természetföldrajzi összegzésünket annak második természetföldrajzi egységével, megismerhetitek hegységeit, illetve Fezzán nevű síkságát, valamint összefoglaló ismereteket hallhattok, klímaföldrajzi, gazdaság és népesség földrajzi változásaival kapcsolatban. Amennyiben foglalkoztat benneteket a témakör és behatóbb ismeretekre szeretnétek szertenni az észak-afrikai állam kapcsán, valamint földrajzból érettségire készültök, mindenképp megéri velem tartanotok az elkövetkező percekben, hisz számos földrajzi érdekesség birtokába juthattok Líbiát illetően, amennyiben nyomon követitek soron következő felvételeimet. Líbia, vagy hivatalos nevén Líbia állam, egy tengerparttal rendelkező ország Észak-Afrikában. Szárazföldi határait összesen 6 állam, név szerint Algéria, Tunézia, Niger, Csád, Szudán és Egyiptom alkotja, mégpedig oly módon, hogy nyugatról Algéria, északnyugatról Tunézia, északról Egyiptom, délről Niger, délkeletről Csád határolja, míg partjai körül a földközi tengervize hullámzik. Határországairól tengeri értelemben sem szabad megfeledkeznünk, hiszen e szempontból Európa több országával, így példának okáért Olasz és Görögországgal, illetve Máltával is határos. Líbia államhatárainak összes hossza 4.348 kilométer, melyből Egyiptommal 1115, Csáddal 1055, Algériával 982, Tunéziával 459, Szudánnal 383, Nigerrel 354 kilométeren határos, míg tengerparti szakaszokra egy 1770 kilométeres sáv jut. Teljes területe egyébként 1.759.540 négyzetkilométer, mely területadata alapján az afrikai kontinens negyedik legnagyobb területű állama, népsűrűsége 3,8 fő per négyzetkilométer, lakossága egy 2018-ban kelt népességszámlálási adat alapján 6.678.567 fő, fővárosa Tripoli, az egyfőre eső GDP aránya 14.900 USA dollár, amivel a magas jövedelmű országok közé sorolandó. Ha természetföldrajzi oldalról megvizsgáljuk Líbia területét, akkor egy összetett felszínformákkal megáldott államképét festi elénk, ugyanis térsége számos hegyvidéki és sivatagi régiót rejt magában. Ez azt jelenti, hogy tengerpartjai mentén nagyrészt sós cseppevidék foglal helyet, melytől keletre az Akhadár-fennsík, délre a szaharai tábla legnagyobb egybefüggő homoksivataga a Nagy Homoktenger és az Egyiptommal közösen birtokolt líbiai sivatag, illetve délnyugati részén a Fezzán régió helyezkedik el. Szintén megemlítendő még a főváros, Tripoli közelében elnyúló Dzsifara síkvidék, melyet délfelől a Nefusa hegység határol.
Szintén e vonalon haladva megemlítendő még a Szabha déli részén magasodó Akakusz-hegység, mely valójában nem önálló, hanem az Ahaggar hegyvidék egyik csúcsát jelentő egysége az országnak. Illetve e szekcióba tartozik továbbá a világ harmadik legnagyobb sivatagi régióját alkotó Szahara is, mely sivatag részeként megemlítendő a líbiai sivatag, illetve a líbiai-egyiptomi határon végighúzódó, az imént már említett nagy homoktenger is többek között. Összefoglalónk utolsó lényeges természetföldrajzi egysége a Tibeszti masszívum, vagy Tibeszti hegység. 480 km hosszú és 350 km széles hegyvonulata, mely a Szahara közepén vonul végig. A masszívum azért is kiemelendő egysége Líbiának, mert e területen magasodik a Szahara legmagasabb hegyvidéki pontja, a 3415 méter magas Émikusszi. Ismerkedjünk meg hát az imént érintőlegesen felsorolt nagy tájak közül 9 egységgel kicsit részletesebben. Noha soron következő első sivatagi formációnk különálló természetföldrajzi egységként lesz megismerhető, valójában nem önálló, hanem a Szahara részét képező és annak északkeleti folytatását jelentő sivatagi régió, ami pedig nem más, mint a líbiai sivatag. A sivatagot köves és homokos területek alkotják, s területén három állam, Egyiptom, Líbia és Szudán osztozik. Érdekes sajátsága, hogy tengerszint feletti magassága a tengerparti részektől fokozatosan növekszik, aminek köszönhetően Egyiptom középső részén kiszögellései elérik a 6-700 méteres magasságot. A sivatag legmagasabb pontja az Uveinat-hegység, mely 1934 méteres magasságon tör az ég felé. A líbiai sivatag határait egyébként északon a Földközi-tenger, keleten a Nílus völgye, nyugaton Líbia középső része, délen pedig a Száhilöv képezi, míg az általa lefedett teljes terület 1.300.000 négyzetkilométert tesz ki. Líbia második és viszonylag nagy területű tájegységét az egyiptomi líbiai határon, mintegy 72.000 négyzetkilométeres területen elterülő, 650 km hosszú, 120-300 km széles és helyenként 100 méter magasságú dűnékkel megáldott nagy homoktenger jelenti. Az Erga Szahara legnagyobb homoktengere és kiterjedése alapján nagyobb részt Egyiptom területén helyezkedik el, és a Szíva oázistól a Gilfkebir platóig húzódik. Az észak-déli irányban elnyúló, hatalmas buckavonulatok egymástól való távolsága 250 méter és 12 kilométer között ingadozik, ugyanakkor nem ritkák a 30-60 kilométer hosszúságú dűnék sem. Líbia harmadik nagy természetföldrajzi tájegységét a világ harmadik legnagyobb területű és egyúttal teljes mértékben összefüggő trópusi homoksivataga az ország területét szinte teljes egészében lefedő Szahara jelenti. A hatalmas területű sivatagi régió az Atlanti-óceán partvidékétől egészen a Niger folyó völgyéig terjed, s teljes területe 9.400.000 négyzetkilométer, hosszúsága 4800, szélessége pedig 1800 km. A sivatag Líbián kívül összesen 11 államon halad keresztül, melyek a következők: Egyiptom, Csád, Eritrea, Tunézia,
Mauritánia, Marokkó, Mali, Niger, Nyugat-Szahara, Szudán és Algéria. Ha földrajzi szempontból tüzetesebben átvilágítjuk területét, akkor kiderülhet számunkra, hogy mai arculatát a szél és ritka esőzések formálták ki. Az utolsó eljegesedés előtti időkben a mainál jóval csapadékosabb terület volt, s a közhiedelemmel ellentétben egy harmad részét nem ergek, hanem szikla és kősivatagok alkotják. A mai Szahara azonban elődjéhez képest vegetációban szegény területekkel van megáldva, kivéve ez alól a Nílus völgyét és kisebb oázisokat, ahol mezőgazdasági termelés, azon belül is olajfatermesztés folyik. Alapvetően kettő, az észak- és nyugat-szaharai egységre bonthatjuk, melyek közül az északi rész legdélibb szegmensét a szavanna, a száhilövés Kongó-medence, míg a nyugatit pedig a hozzá kapcsolódó sivatagi régiók és hegyormok sokasága tagolja. Legmagasabb pontját egyébként a 3415 méter magas Émi-Kusszi képezi, amely pajzsvulkáni képződményként magasodik a Szahara homoktengere fölé. Líbia negyedik nagy természetföldrajzi tájegységét a mintegy 100 ezer négyzetkilométeres területen, 400 kilométeres hosszúságban és 350 kilométeres szélességben a líbiai-csádi vitatott határterületen elterülő hegyvonulat a Tibeszti-hegység vagy másik nevén Tibeszti masszívum jelenti. A hegyvidék úgy helyezkedik el az állam területén, hogy nagyobb részint Csád, kisebb részint Líbia vidékén található. Maga a hegyvonulat a Szahara központjában magasodik, és felépítő kőzeteit tekintve pedig harmadidőszaki, főként oligocén és paleocénkori, forrópontos vulkanizmus végtermékeként a felszínre került vulkanitok alkotják. Eme vulkánműködés napjainkban is érezteti hatását a vidéken, hiszen számos kénes gőzölgés, geológiai elnevezésével élve, fumarola, iszapvulkán egészíti ki imént említett kőzeteit. A Tibeszti masszívum másik fontos földrajzi ismertetőjegye, hogy lábánál több oázis és vádi található, ahol az ott élő tubuk földműveléssel töltik mindennapjaikat, valamint itt magasodik a Szahara legmagasabb pontja, a sivatagnál már érintett Émi-Kusszi, melynek tengerszint feletti magassága 3415 méter. Vonulatai aképpen vonulnak végig az állam területén, hogy egyes szegmensei átnyúlnak Algéria területére is. Térsége ásványkincsekben kifejezetten gazdag, ami azt jelenti, hogy földje alatt nagy mennyiségű arany, ezüst, vas, réz és cinkérc, kőolaj, illetve urán lapul.